az előadáson, amely teltházat vonzott a Városi Művelődési Központ Bábszínház termébe. Szaniszló Ferenc aggodalmának adott hangot amiatt, hogy egyre fogy a Kárpát-medence országaiban a magyarság. Kevés gyermek születik és nagy az elvándorlás, amit megítélése szerint hosszú távon egy nemzet sem tud elviselni. Úgy véli azonban, hogy csüggedni nem szabad. A magyarságnak saját magát kell megerősíteni mindenhol, de legfőképpen én szerintem, mert a legnagyobb baj az úgynevezett anyaországban van, egyáltalán nem fegyveres harcra gondolok. Nekünk lelkileg kell rendbe jönnünk, nekünk azt kell tennünk, amire Nagy Imre miniszterelnök 56 novemberében felszólított a világot is, meg minket, szabad, független, semleges Magyarország. És attól kezdve egymás között kell egyezkednünk. Nekünk luxus az, hogy pártok vannak, mert a magyarság most egy párton kéne, hogy legyen. A beszélgetőest szervezője, a Magyar Megmaradásért Polgári Társulás már a 2017-es rendezvényeket is tervezi. A hagyományoknak megfelelően megszervezik a megemlékezést a felvidékről kitelepített magyarok emléknapján, valamint a trianoni békediktátum évfordulóján. A székely árváknak pedig jövőre is csallóközi táborozást szerveznek.